Egy éven keresztül a város leglátogatottabb létesítményébe lesztek kitéve, gratulálunk előre az eredményekhez. A hagyományokhoz hűen idén is a bajnokok tablójának leleplezése nyitotta az évzárót. Zubko Vanda kajakos, Nagy Vanessa atléta és Pallai Tamás kosaras kapta a megtisztelő feladatot, hogy Szalai Ferenc polgármesterrel együtt lerántsák a leplet. A magyar bajnokok, valamint válogatott kerettagok és az őket felkészítő edzők fényképei kerültek a tablóra. A városi sportcsarnok lelátója pedig zsúfolásig megtelt. A sportiskola legjobbjai foglaltak helyet. Az éremhalmozó versenyzők és felkészítőik, valamint a büszke szülők, családtagok. A sportiskolában 9 szakosztályban pallérozódnak a gyerekek. 28 fő mondhatja magának, hogy tagja a magyar utánpótlás válogatott kereteknek. 7 szereztek magyar bajnoki címet. Továbbá 63-an vannak olyanok, akik a dobogó nagyon értékes második és harmadik fokára fölállhattak. Az is nagyon szép eredmény. És 19 fő mondhatja el magáról, hogy országos diákkönyvi bajnoki címet szerzett. Köszönöm, gratulálok nektek és gratulálok a szülőknek is. Az eredmények arról tanúskodnak, hogy jó munkát végeznek. Szalai Ferenc polgármester edzőknek, szülőknek, az iskolák vezetőinek és persze a sportolóknak gratulált köszöntőjében. A polgármester elmondta azt is, hogy Szolnokon nagyon fontos a sport, az egészséges életmód. Ebben pedig az egyik legnagyobb szerepe a sportiskolának van. A cégek támogatása általában egy olyan 60-70-80%-os mértékű önkormányzati forrást igényel a működésükhöz, hogy jól működjenek. A sportcentrum hozzávetőleg 50%-át meg tudja termelni a működési kiadásainak. Ez nagyon nagy szó. Ez azt jelenti, hogy nem csak avval tud foglalkozni a sportcentrum sportiskola, hogy a gyerekek, a sportolók, az edzők milyen módon végezhetik a munkájukat, hanem azt is, hogy hogyan lehet megteremteni mögé a legfontosabb és a legjobb feltételeket. A díjátadón az oktatási intézmények munkáját is megköszönték, hiszen a sportiskola fontos partnerei. Utána jöttek szép sorban a sportolók, több mint 100 versenyző vehetett át díjat, melyek átadásában egy kajakos ikon is segítkezett, hiszen a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán volt az est díszvendége.